Oké, megint vagyok, és megpróbálom megvédeni a lakást, de most sokkal ügyesebb leszek, mint az előző videóban, úgyhogy összeszedek minden tárgyat, lehetséges tárgyat először is, amivel csapdákat tudok felállítani a lakásba, aztán Marv és Harry, a világ legjobb betörői, majd nagyon durván meg fogják szívni, én meg majd nevetek, hogy gyerekként hülyét csináltam két felnőtt betörőből. Erről van szó. Ez itt tudna Home Defender, és azért nem... És most a második videóban, ugye az előző videóban csak az egyik betörőt sikerült úgymond elnáspángolnom, de majd most. Most mind a kettő betörő kapni fogja a Slack Stacks, plusz hívni fogom a rendőrséget is a végén, úgyhogy a karácsony meg lesz mentve, Kevin meg lesz mentve, anya haza fog érni, mindenki happy lesz, oh my god. Viszont van egy padlás, és van egy tetőtér, ja, az ugyanaz. Egy pince és egy padlás, ahol vannak ilyen mini bosszok. Viszont a fenti bosszot már azt megpróbáltam elintézni, viszont a lenti kaszát én azt nem merem, mert az nagyon nagy brutál boss fight. Viszont 7 percem van, hogyha bekapcsolom a tévét, mintha minden normális lenne, mintha itthon lennénk, hát ha meg tudom ezzel prankelni a két betörőt. De minden esetre 7 perc nem tudom mikor jár le, mert ugye nem írja a játék, tehát ilyen nincsen. Úgyhogy most a tervem egyelőre az, hogy mindent összeszedek, és majd utána lepakolom a csapdákat. Viszont szerintem ahhoz, hogy hiteles és úgymond praktikusabb legyen, mindent, tehát tulajdonképpen a lenti tárgyakat is meg kellene szerezni, csak az a baj, hogyha felmegyek a padlásra, vagy lemegyek a pincébe, akkor azonnal be vagyok zárva, és addig nem tudok kijönni onnan, amíg úgymond ott a mellékboszt, úgymond meg nem semmisítem. A fegyver nekem mindenképpen kéne, úgyhogy én szerintem a padlásos dolgot én azt bevállalom. Közben, hogy meg dobott az előző videóban, dobott az egyik betűbe egy kulcsot, és nem tudom, itt van szerintem a tesómnak a szobája, ahol lehet, hogy egy soti is lenne, mint a filmben, de ezt nem tudjuk meg soha. Úgyhogy én egyelőre most felmegyek a padlásra, és az ott lévő denevéreket elintézem. Már nagyon prontolom a gémet, már tudom, hogy mi hol van, érted? Betöltjük, Slack and Stacks, itt van egy gördeszka, ezt is felveszük, ezzel még egy, és akkor kezdjük el lelőni. Azaz, slaka, ennyi, kifogytam, reload, ez az, gyerünk, slaka, és most megjelent egy démonasszony, figyeld a démonasszonyt, hogy kapja, figyeld, ki fogom csúkolni, mire ideje ragyon lő. Ne! Úristen! A dupla! A dupla tenyeres, dupla öklös mozdulat! A dupla öklös mozdulattal akart engem? Láttad azt a mozdulatot? Ezt elintéztem. Itt ennyi nincsen, tehát most öltem meg egy szellemet konkrétan. Lakás szellemét, és egy rohadt gördeszka. Jó, mondjuk a vízipisztoly az mondjuk jól jött. Jó, akkor kimegyünk innen fent, megnézzük az itteni kis izét. Faházat, hogy itt esetleg van-e valami, és még mindig nem tudom, hogy hány percem van, de olyan sok azért már nem lesz. Egy csúk le! Ez vagyok én. A tévét azt bekapcsoltam? Be hát, megy már a tedd le a küszöbe, és tűnj a büdös francba. Erről van szó. Tehát akkor még össze kéne gyűjtenem még dolgokat. Mennyi cucc van nálam? Mert tudom nézni a trappeket. Ó, ez nem rossz egyébként. De ez nem lesz elég ahhoz, hogy meghaljon a kettő. Vagy nem az, hogy meghaljon, hanem hogy elnáspángoljam a két betörőt. Pedig én nagyjából már többet én nem tudom. Szerintem elkezdem lepakolni a csapdákat, mit szóltok hozzá. Igazából teljesen tök mindegy, hogy hova teszed és mit hova teszel. Igazából, hogyha hozzáér, akkor már kapják a damást. Csak zavar engem, hogy nem tudom legyőzni odalent a kazánt. Engem valahogy zavar ez a kazános dolog. A bejáratokhoz rakok a csapdákat, viszont vigyázni kell, hogy én se lépjek bele a csapdákba, mert sajnos meg az kapja. Bízunk abban, hogy a kedves betörőink azok kapják majd a slakaszt. Azonban nem tudom, hogy hogyan fognak járkálni, tehát hogy amit beaktiváltam, az már engem is sebez, úgyhogy nem kéne hozzáérni. Hát a főbejárathoz automatikus, tehát alap dolog, hogy rakok valamit. De mit rakjak a főbejárathoz? Ez a kérdés. Rakom ezeket a szép karácsonyi díszeket. Jó, a második emeletre is kellene rakni valamit, mondjuk valahogy ide, de valahogy úgy kellene, hogy én meg közben át tudjam ugrani. Legyen ez itt vicces lesz. Ez itt vicces lesz. Meg akkor ide is rakok egyet, mert hát itt nem nagyon tudja kikerülni igazából. Itt nekem lesz probléma majd lejutni, de nekem ugye, ha minden igaz, akkor most már van egy kiutam, ha minden igaz. Oké, feltettük, és most ki tudok menni ugyanúgy, hát a padláson keresztül elméletileg ki tudok majd menni. Szóval, ja, hát ide is rakjunk már valami, vagy ezt ide, opá, nézd csak, hogy beindultak a csapdák, nézd oda, készen állnak a bevetésre, nagyon jó. Itt nem, legyen mindenhol.
legyen mindenhol. Az a baj, hogy nem tudok leugrani. Szóval ezt nekem most ki kell dzsúkolni? Dzsúk! Oké, hát remélem őket fejbe találom. Remélem, ha nem túl magasra tettem, azt lehet, hogy nem is fognak kapni semmit. Jó, ez nagyon jó, akkor ide is kéne egyet tenni. Ide is, hát ez az utolsó tulajdonképpen. Ez lehet, hogy ez ettől fognak felrobbanni, vagy nem tudom. Megérkeztek! Itt az idő! Győzelem vagy halál! Joe Pesci! Érkezik Joe Pesci. Aha. Egyelőről jön. Már hátulról? Hátulra nem tettem csapdát, bro. Ott jön Joe Pesci! Ott jön Joe Pesci! Belefolytam az ajtóba. Már kapta is Joe Pesci! Már kapta is Joe Pesci! Nem mondott, hogy már hátulról jön. Ó, ide nem tettem semmilyen csapdát! Oké, megint belement. Mi nem tudom, mi történik, de hallod, menne belfele a csapdába. Viszont akkor most már van, ott jön, tényleg hátulról jön, ezt nem hiszem el. Nem készültem fel, nem jól raktam le a csapdákat, és ott jön. Nem baj, itt ezt így. Joe Pesci! Jézusom! Ne! Ezt elrontottam! Au! Oké, gyerünk. És kapta a póktól. Erről van szó. Gyere! Jézusom! Oké, Joe Pesci? Hol van a... Elfutottak. És hátulról jött, érted? Nem raktam. Hátulra nem tettem le semmi csapdát. Pedig fel kellett volna készülnöm, hát úgy van, megy sem, mint a filmben. Hello, Joe Pesci! Az a kapás! Au! Au! De miért googolsz? Oh my god! Oh my god! Joe Pesci! Ez az de miért történik vissza a HP-ja? What? Au! Ne, én ezt nem hiszem el! Ne! Oh my god! Oké, ezt nem hiszem el. Beadom a Juke City-t. Skacok, megint Juke City-t. De miért töltődött vissza a HP-ja? Pesci! Ja, nem töltődött vissza. Ja, akkor csak egy bug volt? Juke City Pesci! Sírjunk egyszer, Juke City! Eren! Hallod, majdnem kaptam a takost. Itt van egy kis autó, várjál, először itt. Jó, még ne adjuk fel. Úristen, Pesci! Mit kapott a Pesó? Ajaj, erre, gyere! De mi van velem? Ujj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 
a kazánt, valószínűleg ezt is a vízipisztollyal kell majd. De kíváncsi lennék, hogy mi történne akkor, ha le tudnám győzni. Hát ha kapok valami plusz fegyvert, úgyhogy... Oké, okay, aim into the red, oké, okay, rendben. Opa, kapta, kapta, csak közben jön a tűz. Hogyan fogom én ezt megoldani? De már, hát ennyit tüzet nem lehet. Oké, okay, most, kapja, kapja, kapja. Csak nem hiszem, hogy elég lesz a töltényem. Nem lesz elég a töltényem! Pedig le akarom győzni Joe Pesci-t. Úgy érzem magam, mint a Dark Souls játékban amúgy. Olyan nehéz boss fight-om van. Ez közben meg egy kazáról van szó. De figyelj, már nem lesz elég. Nem lesz elég. Ó, oh, vigyázz a tűzre, vigyázz a tűzre! Oké, okay, oké, okay, figyeld a taktikot. Ta-t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 a. Oké, okay, fél HP. Hallod, elég lesz ez. Remélem. Ne, ne, ne! Ó, oh, ne, jaj, tűz, tűz, tűz! Azonban nincs semmi HP töltő a játékban, legalábbis én nem tudok róla. Most, kazán kapja. Nem lesz elég, nem lesz elég. Nem tudok még töltényt valahonnan szerezni. Jézus, hallod? Semmi töltényem nem fog velem, és az és... Ne, ne! Légy szíves! Nem hiszem el! Egy nagyon kicsi HP-ja maradt! Ne! 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 És most nem tudok vizet! Adjál már vizet, hát itt a csap! Bro, ne szórakozz velem! Zsombessi! Ezt nem hiszem el! Beszorultam! Hát beszorultam, nem tudom, nem tudom, gyerünk már Juke City! Csinálj már valamit, hát beszorultam. Kajak beszorultam, érted, leraktam fura csapdákat úgy, mint a filmbe, direkt úgy raktam mindent, hogy tökéletes legyen, erre mekálikál, beszorult. És én így kell majd védekezzek, már a betörők ellen, nézzek, ott vannak a csapdák, és itt nem tudom, hogy emiatt szorultam ebben nagy valószínűséggel, igen, de hogy most semmit nem tudok csinálni, úgyhogy így várom, érted? Így várom őket. És
nem tudom ebből mi lesz, de hogy tudja, hogy gatya rottya, az biztos. De nem baj, mert itt van... Ő majd simán megoldja ezt a problémát, úgyhogy várom, várom őket, és nem tudom mennyit kell most így várnom. Komolyan mondom, ebben a játékban ez a 7 perc elméletileg, amit ír a játék, hogy ugye 7 perc múlva jönnek a betörők, ez kb. Egy ilyen 15-20 percnek érzi. Na végre! Készen állok, mozogni nem tudok, de csupessi! My God! Egy ütés és nekem slaken, az a baj. Full HP, de az a feszítő vas Harry kezében, az gyilkol. És atya Joe Pesci! De figyelj, sunyul, figyelj, sunyul. Kláká? Az kapta. Kapta a klákát, kapott egy klákát. Lehet, hogy nem kellett volna magamra hívni a figyelmet? Lehet, hogy nem kellett, de... Pesci! We'll be right back.